A hideg nem az állatok ellensége, hiszen ilyenkor csökken az élősködők, például kullancsok száma. Azonban a kutya mérete, szőrzetének minősége, mennyisége, az állat kondíciója és az életkora is befolyásolja, hogy mennyire bírja vagy mennyire szereti a hideget. A kisebb talajhoz közeli kutyák sokkal hamarabb kihűlnek, hiszen rövid lábaik miatt testük közelebb van a hideg, esetleg nedves talajhoz. Rájuk érdemes kutyaruhát adni, vagy ha nagy hideg nincs is, egy víz- és szélálló kabátot. Ezzel megelőzhető, hogy átázzon a kutya bundája, és így a megfázásnak is elejét vehetjük. Lakáskutyáknál fontos az, hogy öltöztessük fel őket, ez nem úri hóbort, hanem egy nagyon fontos történet. Ha például egy rövid szőtacskóról beszélünk, akkor ne menjen le a 22-23 fokos lakásból a mínusz 5 fokba, mert nagyon meg fog fázni. A kis bundásabb kutyákkal azért ennyire nagy gond nincsen, ők egyébként jobban bírják, tehát ha például egy ilyen kis bolyhosabb kutyát viszünk le, ő azért kevésbé fog megfázni, de azért náluk is fontos, hogy ha például esik az eső, a szőrük legyen alaposan áttörölgetve, amikor felérünk a meleg lakásba, ugyanúgy a lábukra oda kell figyelni. Úgyhogy leginkább ugye ezek a felső légúti betegségek jellemzőek ilyenkor. Tényleg nem úri hóbor, tehát nagyon sokan felfogják már azt, hogy nem kell kinevezni azt a kutyust, aki fel van öltöztetve. Persze nem mindegy, hogy mikor, tehát azért 15-20 fokban ne öltöztessük a kutyánkat, hiszen nincs semmi szüksége, viszont ilyenkor komoly védelmet adhat. Fontos a kutya megfelelő kondíciója is, érdemes fokozatosan, minimálisan növelni a kutya napi ételadagját, hogy a szervezete raktározni is tudjon. A fokozott energiabevitelt azonban nem szabad túlzásba vinni. Egy 10 kg körüli kutya maximum 1 kg tömegnövekedés engedhető meg, még egy 25-30 kg-oson akár 3-5 kg is. Ha a bordák már nem tapinthatóak és a horpasz nem kivehető, akkor elhízott kutyáról beszélünk. A kutya előtt mindig langyos víz legyen, és ilyenkor már ne vigyük kozmetikushoz, és ne fürdessük. Ez főleg a kinti kutyák esetében fontos, ahogy az is, hogy a tél beálltával milyen a kutyaház. A kutya méretének megfelelő kutyaházzal kell rendelkezni. Ez azt jelenti, hogy például egy tacskó méretű kutyának ne legyen egy Doberman méretű háza, hiszen képtelen befűteni a saját testhőjével. Az a jó ház, amiben a kutya úgymond éppen, hogy meg tud fordulni. Ez fontos, hogy be tudja fűteni. Elé lehet szerelni egy kis hőfüggönyt, vagy akár egy durvább szőnyeget, vagy bármit, hogy ezzel is bent tartsuk a meleget. A szigetelt kutyaházak nagyon fontosak lennének, tehát ne legyen rajta lyuk, ne tudjon átsüvíteni a szél, szedett helyen legyen, hogy ne áztassa az eső, és hát ilyenkor ugye, ami még nagyon fontos, hogy a kutyák tappancsa az őszi-téli csapadék miatt elég nedves lehet, hamar átnedvesedik. Ha ezzel a nedves tappancsal ők rátrappolnak a behelyezett puha plédre, amiről mi azt gondoljuk, hogy milyen kényelmes, az ugye vizes lesz. Átázik, és a kutya gyakorlatilag egész nap, egész éjszaka a vizes pléden fekszik. Ez nagyon komoly tüdőgyulladáshoz vezethet. Használjunk inkább szalmát. Ha ezt vászonzsákba tesszük, akkor azt is megelőzhetjük, hogy a kutya széthordja a szalmát az udvaron. Legyen szó kinti vagy benti kutyáról, sétáltatni kell, és télen a sózott utak, járdák veszélyt jelentenek a négy lábúra. Ez ugyanis kimarhatja a tappancsukat. Használjunk zsíros krémeket a mancsok ápolására, és séta után langyos vízzel öblítsük le azokat. Érdemes ellenőrizni a kutya talpárnái közötti szőr hosszát is. Minél hosszabb és több a szőr, annál jobban beletapad a sétán a hó, ami akár kis gombócokká is összefagyhat, ezek pedig könnyen felsérthetik a kutya lábát.